Förk, a minőség. Válasszon bátran! Szerelés és rögzítés technikában, autóiparban, fémiparban, építőiparban, világszínvonalú termékekkel állunk rendelkezésükre. Kézi szerszámok, műhely felszerelések. Ez mind a Förk vállalatcsoport kínálatában. Förk, a minőség. Ruházat, védő és edző felszerelések, fitness, karate, taekwondo, kickbox, minden, ami harcművészet. A Nagylovas Kft. 2001-ben megnyitotta Budapesten kétszintes lovas áruházát. Hevederek, nyergek, kötőfékek, martingálok, pataharangok, zablák, sarkantyúk, tarka kínálata a polcokon. Szavatol Kft. Lakókocsi kereskedés, használt rendszámos és rendszám nélküli lakókocsik nagy választékban, eladás, vétel, bérbeadás, csere, alkatrészek, minden, ami lakókocsival kapcsolatos. Híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Lázár Zoltán, 6-szoros világbajnok fogadhajtó. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó napot kívánok! Fábián Sebestyénben elkezdődött az idei versenyszezon. Ez hanyadik neked? Hanyadik versenyem Fábián Sebestyénben, vagy hanyadik szezon? Hát most itt egy gyors számolásba kell kezdenem, de én úgy gondolom, hogy a 20. 22. versenyszezonom. Úgyhogy azért én régi motoros vagyok, idézőjelben a motoros. Félelmetes szám. Ilyenkor mi az, ami adja a motivációt? Mi motivál még téged? Hát ezt rengetegen meg szokták kérdezni, hogy mi motivál, hisz azért a sportban elértem mindent. De azt hiszem, hogy a csúcson maradni, ott maradni, és még több érmet és érmeket szerezni. Jó, de tehát már ez csúcson voltál, már maradtál sokáig. Alapvetően bennünk van. Tehát mi azért ilyen törtető emberek vagyunk, és nem szeretünk a babérjaikon hátradőlni. Úgyhogy mindig azért, de ez az élet minden területén nagyon fontos, hogy az embernek legyenek céljai. És mi a sportban is úgy vagyunk, hogy kitűzünk magunk elé célokat, és azokat szeretjük megvalósítani. És amikor egy célt elértünk, akkor onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve, hogy megvan az a célunk, már a következőt is tudjuk. Elégedett vagy a Fábián Sebestyénben elért második helyjel? Mert ugye egy svájci lett az első. Van, hát ez egy nemzetközi verseny volt, és egyben a magyar derbi. Most a nemzetközi versenyben második lettem, de a magyar derbi értékelésében pedig első. Ha őszinte legyek, nem. A felkészülés után azt hittem, hogy sokkal jobb formában vannak a lovaim. Sokkal jobban formában vagyok én, nem szabad mindent a lovakra fogni, ez fontos, sokkal jobb formában vagyok én. És az eredmény valahol reális volt, tehát ezt a versenyt én ebben az állapotomban nem tudtam megnyerni, de viszont azt kell, hogy mondjam, hogy tudom azt, hogy lehet jobb teljesítményt elérni, és azon dolgozunk, azon munkálkodunk. Az első verseny mindig a legnehezebb, és nekem az első verseny nagy tétje volt, de mégsem volt olyan nagyon nagy tétje, tehát igazából itt próbáltam a lovaimat más pozícióban is hajtani, hisz az év többi versenyén már nem nagyon lesz erre lehetőségem, mert ott nagyon fontos lesz a teljesítmény. És most itt másképp hajtottam őket, régi lovaimat hajtottam, de más pozícióban, és ez kiderült, hogy ez egy rossz döntés volt ez részemről. Ez mit más pozíció? Ugye négyes fogadhajtásról beszélünk, tehát négy lóról beszélünk. Négy ló. Próbáltál esetleg sakkozni, hogy most ne hátul, hanem elől húzó legyen? De, vagy... Pontosan, tehát végülis a díjhajtó eredményemmel elégedett vagyok.
ott is nagyobb teljesítmény kell, de az nem volt rossz. A maraton eredményemben viszont nem. De ott egy 12 éves lovamat, ami mindig világéletében bal elől ment, és a bal hátsóvamat megcseréltem, mondván, hogy kipróbálom, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért próbáljuk meg, tehát mindig jobb eredményre törekedjünk, és hát ebben néha benne van, néha benne van az, hogy nem sikerül. Na most én nekem ez most nem sikerült, hiszen amit elő szokott menni, és hátrahoztam, nem úgy dolgozott a versenyen. És ez is nagyon érdekes, hogy munkában természetesen kipróbáltam. Most akartam kérdezni. Edzőtáborban kipróbáltam, tehát nem úgy mentem oda. Nem lehet, hogy a következő verseny meg jól szerepelne, ugye? Igen, csak ez egy nagyon nehéz dolog, mert a következő verseny, hogyha újra esélyt adok neki, és megint nem jól fog szerepelni, akkor újra helyezésekbe kerülhet. Igen. Tehát nyilván, hogy különben én is egy kicsit értetlenül álltam előtte, mert munkában jól ment, és utána a versenyen nem. De azt hiszem, hogy több esélyt nem tudunk most ebben a versenyszezonban adni. Értem. Ilyenkor te döntesz, vagy felveszik videóra, esetleg is tenne leültök, és többen akár a bátyáddal, Vilmossal is úgy kiértékelitek a lovakat? Csapatban dolgozunk. Csapatban dolgozunk. Én most az edzőtáborban rajtam kívül még négyen voltak, akik a lovaimmal foglalkoztak. Ott a nap mint napi foglalkozásban ők is részt vettek, illetve hát még a testvérem, aki általában a hétvégenként látogatott meg. És úgy, ahogy mondott, különben beletrafáltál, hogy fölveszük videóra. Nyilván föntről, a fogatról teljesen más lát az ember, mint lentről. És aztán én szoktam elemezni, és akkor lentről is megnézem, videón visszajátszom, és akkor végelemezzük, és megbeszéljük közösen, hogy hogyan tovább, és hogy próbáljuk, és hogy képzeljük el a jövőt. Na most ez nem sikerült. De hát tudjuk azért valószínűleg a megoldást a következő versenyre, és azon vagyunk, hogy ezt kijavítsuk. Az Becsés lesz, hogy voltam a következő, vagy? Én Becsésen sajnos nem tudok indulni, hisz egy cégünknek akkor lesz a 20 éves jubileuma, és nálunk lesz Domony Völgyben megrendezve. Úgyhogy ez egy nagy ünnep lesz számunkra. Azon pedig kell, az beletartozik a Becsés, ugye a válogatási igen, de azt hiszem, hogy egy ilyen 20 éves jubileumról nem maradhatok ki, hisz akkor valójában én és a bátyám vagyunk ennek igen, a főszervező. Igen. És akkor így. Akkor Becsés kimarad. És akkor mikor? Két hét múlva megyek Cséfára. Cséfa az Romániában van, a határ mellett. Ez több okból. Egyrészt nagy szükségem van meg a lovaknak is, meg nekem is a versenyzésre. És ez egy kvalifikációs verseny, és van nekünk egy kvalifikációs rendszerünk, mi alapján minden lovat egy versenyen, minden versenyszámba kell hajtani. Ezt úgy kell érteni, hogy mi egy versenyre 5 lóval megyünk, és az 5 lovat a 3 versenyszámban variálhatjuk. De csak úgy tudjuk kvalifikálni a lovakat, úgy indulhat a világbajnokságon, hogyha egy ugyanazon a verseny, mint a 3 versenyszámban. És nekem is van egy olyan lovam, amit nem szeretek maratonon hajtani. Egy nagy verseny nem nagyon tudom maratonon hajtani, legalábbis úgy gondolom, mert nem olyan teljesítményre képes. Most ha kimegyek az oroszlán barlangba, tőlünk nyugatabbra a külföldi hajtókhoz, akkor nyilván, hogy nem lesz olyan a teljesítményem, tehát most azt a taktikát választottam, hogy inkább elmegyek Romániába, és Romániába egy gyengén mezőnyben ezt a lovat kvalifikálni fogom. Most egyes hírek szerint, ugye annó legalábbis, de ezt jobban tudod, mint én, ott nagyon erős versenyek voltak, ott azért a románok is azért nagyon jók voltak. Hát én sokat jártam Romániában. Igen, azért mondom, hogy ezt te tudod. Jártam Romániában régen, hisz a első sikereinket valójában a Romániában tenyésztett magyar lipicaiaknak köszönhetjük. Mert valamikor ugye Magyarországhoz tartozott, akkor hajtották el oda, de hát ugye ismerjük, hogy sajnos a határt meghúzták, és kint ragadtak ezek a lovak. És azokkal a lovakkal értük, és akkor sokat jártunk oda lovakat vásárolni, nézni, kipróbálni. Most az utóbbi időben nem nagyon jártam, de hát majd most újra. Lehet, hogy meglepetés lesz. De itt visszakanyarodom még itt Fábián Sevestyén versenyhez. Olyan sokkal nem maradtál le az első helytől? Nem sokkal maradtam el, és valójában az utolsó napi versenyszámban még esélyem volt akár a győzelemre is, és hogyha hibátlan tudok hajtani, akkor nyerhettem volna. Nincs tehát annyira volna, nem volt ez rossz volna, ez a fogat. Nincs volna a sportban, de azt hiszem az utolsó nap
én voltam egy kicsit gyengébb formában. Tehát előző nap én kihajtottam magam. Tehát azért, hogy egy ilyen teljesítményt is el tudjak kérni, plusz koncentrációra volt szükségem, mert nem olyanok voltak a lovaim. És egy kicsit elfáradtam, na ezt nem szabad. És vasárnap már leengedtem. Nem vasárnap, bocsánat, az akadályhajtásra. És akkor semmi engedélyezett dopping sincs ilyenkor, hogy a engedélyezetre, hogy a hajtolt azért, hogy tudjon koncentrálni, ilyenkor nem tudsz semmihez. Hát nem lehet. Nekünk le kell adni előre, hogy hol tartózkodunk, tehát bármikor elvihetnek minket dopingra. Úgyhogy nem lehet. Meg hát én azért szeretem a tiszta versenyt és a tiszta körülményeket, mind a lovaknál, mind pedig a hajtóknál. Ha már itt tartunk, olyan sok negatív hírt nem lehet hallani így a fogadhajtásból. Ami dopingra kapcsolatos. Igen. Hát igen, tudod, volt az a 2004-es doping botrány, amikor én lettem világbajnok, és elvették az elsőtől. Azóta volt egy-két doping eset, de azért nem jellemző. Tehát a mi sportunk azért nem a dopingról. A mi sportunk tiszta. Mindenhol vannak próbálkozások, mert vannak próbálkozások, de azért tiszta a mi sportunk. De azért jó lesz ebbe az évben, ugye? Mert ugye hát egyes és négyes világbajnokság lesz ebben az évben. Egyes és négyes világbajnokság, és a négyes világbajnokságunk az Riesenbeckben lesz, és hát a Riesenbeck számunkra egy nagyon kedves település, nagyon kedves verseny, hisz 97-ben negyedik világbajnok voltam Riesenbeckben, és 2001-ben pedig ugyan csak világbajnokság Riesenbeckben, akkor pedig a bátyám volt egyéni világbajnok. Tehát már mind a ketten voltunk ott világbajnokok, és nyertünk ott világbajnokságot. Most nyilván, én most azt úgy érzem, hogy ez sokkal nehezebb lesz, bár 97-ben a versenyszezon elején azt hiszem, hogy a tip mixbe meg kellett volna engem játszani, akkor nem valószínű, sokan raktak volna rám, de aki rám rakott volna, sokat keresett volna, mert esélytelenként mentem oda, és úgy tudtam nyerni. De hát most ugye a világranglistán ott vagy a hát topba. Most negyediknek állok. Jól tudom, így negyediknek van. Állok a világranglistán, de én nekem még csak egy világversenyem volt. Hát majd innen még azért szeretnénk előrébb végezni, ha lehet. Persze. Jó, de akkor így akkor azt lehet mondani, hogy esélyesként, legalábbis éremesélyesként várnak téged ott a világbajnokságban? Azt kell tudni, hogy van egy 6-7-8 fogat, akiből világbajnok lehet. Szerintem nem nagyon lehet meglepetés, és abban a 6-7-8 fogatban én is benne vagyok. Nyilván van két olyan fogat, akit nagyon-nagyon nehéz megfogni, megverni, az Ice-Bran Chardonnay holland, és a Boyd Excel, aki a címvédőként fog odaérkezni. A mi sportágunk három versenyszámból áll, és van egy díjhajtás, ami egy kicsit túlsúlyba került az utóbbi években, és vannak olyan versenyzők, akiket sokkal jobban értékelnek. Igen. A versenybírók, és többek között őket jobban szokták, és már az első napi verseny után már elég nagy hátránnyal szoktunk indulni. Bízunk benne, hogy ez változni fog. Akartam is kérdezni, mert ugye tavaly ez már szóba került, hogy ez a pontozási rendszer, ez nem igazából egészséges, lehet így fogalmazni, és akkor megpróbál a Magyar Szövetség is, megpróbáltuk összefogni hát többen, hát hogy ez ne így legyen. Most hogy áll ez a helyzet? Nagy örömünkre a nemzetközi fogadhajtó szakágnak magyar elnöke lett, Fugli Károly személyében, és hát bízzuk benne, hogy különben a Károlyt azért is választották többek között meg, mert egy reformot szeretne a fogadhajtásban, és ez mindenki számára szimpatikus. Hisz azért a díjhajtás versenyszám, ami most talán a legtöbbet nyom alatba, az a szakmai szemeknek látványos, de a nézőknek nem annyira, a laikus embereknek nem annyira. És most majdnem, hogy a sportágot ez dönti el. Pontosabban a laikusnak is tetszik, csak nem tud különbséget tenni. Nem tud különbséget tenni. Hogy ki a jó, ki a rosszabb. A másik két versenyszám pedig a laikusok számára is nagyon látványos. Igen. Tehát ezen kell egy kicsit változtatni. Én bízom benne, hogy nagy reform előtt áll a fogadhajtás, és jó irányba fog változni. És ez a világbajnokság előtt
már akár be is jöhet, vagy nem, még biztos ez vagyok, biztos erre vagyok benne, még rá fog menni. Biztos hogy... vagyok benne, hogy ez az év még erre rá fog menni. Évközben nem nagyon lehet ezen változtatni, és hát most még egyelőre mennek a beszélgetések, többek között vitták az érvek, hogy milyen irányban változzon a sport. Milyen irányba szeretnétek, ha benneteket kérdeznének? Hát ha engem kérdezel, akkor igazából pontosan nyilván meghagynék mindent, de az arányokon változtatnék. Tehát az első napi versenyszám, amit a bírók döntenek, azok kisebb arányban szerepelne a sportban, és egyre inkább közelebb hozni a sportot a nézőkhöz, és sokkal látványosabbá tenni. Aztán, hogy ezt hogy, ez már azt hiszem, hogy ez igazán szakmai kérdés. De erre is lenne ötleted egyébként, hogy hogyan lehetne látványosabbá tenni, közelebb hozni a közönséget? Mindenféleképpen, persze. Meg ezen gondolkozunk is, meg hát ezt többször le is írtuk, és hát mi is szoktunk ezzel kapcsolatosan beszélni a vezetőkkel. Annó fölmerült ugye, hogy Budapest, vagy Magyarország rendez majd egy fogadhajtó Európa-bajnokságot. Hogy áll ez a történet? Jövőre úgy néz ki, hogy Magyarországon lesz a fogadhajtó Európa-bajnokság. Hát ez egy nagy álmunk különben az, hogy a fővárosban többek között ez is egy reformirányzat, hogy az emberek közé hozni, és nem az embereket odavinni a sportot, az emberek közé hozni a sportot. És ez egy nem tudjuk, hogy álom lesz, vagy álom, egyelőre egy álom, de hogy azt meg tudjuk valósítani, vagy sem, az még azt hiszem, hogy a jövő kérdés, de mindenféleképpen mi törekszünk arra, hogy ezzel is népszerűsítsük a sportot, hisz aki kilátogat egy ilyen világversenyre, meglátja azt, hogy mi csinálunk, nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy hát én erre nem vagyok kíváncsi, és nem fogok elmenni. Azért az magával ragadja a nézőket. Akkor lassan már ezt is lehet úgy szervezni. Gyorsan elszervezni. Hát nem lassan, gyorsan kell szervezni. Így van. Hát ugye egy olimpiát is, egy nagy világversenyt is több éven keresztül szerveznek. Tehát azért nálunk is megy a szervezés. Azt, hogy most megkérdez, hogy Budapesten lesz vagy sem, ezt még nem tudom. Tehát még ez pont a szervezés elején van a szervezőbizottság, és még erre konkrét választ nem tudok adni. Lovaid jók, egészségesek, ugye? Van elég lovat. Hála jó Istennek. Úgy tűnik, bár mindig. És nem kell kölcsönkérni a tesótól sem lovat, ugye? Hát, de nálunk nincsen, hogy kölcsönkérünk, vagy jó. Nem. Mi egymást mindig segítjük, meg mindig is úgy. És hát külön kategóriában megyünk, tehát ő kettes fogadhajtásban, én négyesben. Tehát abszolút nem ütik egymást a versenyek. Egyelőre neki komplett fogadta van, én azokat a lovakat nem hajtom, és nekem is. Aztán, hogy mit hoz a jövő, hogy alakul, azt nem tudom, de nem szeretném. Tehát nekem van azért egy fix fogatom, amivel szeretnék versenyezni. Aztán már most dolgozom azon, hogy egy kicsit átalakítsam a fogatomat, hisz azért pont egy ilyen öregedési stádiumban vannak. Tehát a legfiatalabb ló a fogatomban az 12 éves. Tehát már kezdenek öregedni, ugye van 16 éves is, 12-től 16-ig vannak a lovaim, és azért olyan 17-18 éves korban azért már nem nagyon lehet őket hajtani. Tehát akkor már azért nem olyan, így van, nem olyan a teljesítményük. Bár van erre ellenpélda is, mint hogy az emberek között. Jó, is, persze, ugye hát az a ritka. Van, aki 45 igen. évesen boxoló világbajnok tud lenni, tehát a lovaknál is ugyanúgy, hogy vannak kortalan lovak is, akik tovább bírják, hát ezt még nem tudjuk egyre, de minden esetre szeretnék változtatni a fogatomon, és már ezen azért keményen dolgozunk. Lesz a nemzeti vágta, ugye új szabályokkal. Nem akartok elindulni? Nem akartok vágtázni ti is? Hát, hogy az a szervezőktől azért az kicsit én amikor először láttam a nemzeti vágtát, ugye az első nemzeti vágtán, ott ez az egész szellem magával ragadott, és akkor azt mondtam, hogy miért nem próbálhatnám ebbe is ki magam, hiszen megvan a bátorságom, tudok lovagolni. De azt hiszem, én nem fogok már ott lovagolni. Ez egy más szakma, illetve hát azért azt ez ne felejtsük el, hogy én 90 kiló vagyok. Jó, és ott minél könnyebb vagy, annál nagyobb esélyed van, és annál kisebb terhet kell vinni a ló, annál gyorsabb tud lenni. De most csak azért merült fel bennem, hogy most ételi vérek nem lehetnek ott. Igen, hát pontosan. Most egy kicsit ez az arány nem lesz annyira durva, hogy most
melyik ló hány kilós embert visz a hátán. Ugyanúgy, hát hogyha ha nem telivérek, akkor is fog számítani. Persze, de nem tehát annyira erősen esetleg. Nyilván, tehát pontosan ezen szeretnénk változtatni, meg szerettünk volna változtatni, hogy ez nem egy galopverseny, hanem ez a vidéki városok, falvak ünnepe Budapesten, és hát a vidékről igenis tudja mindenki följönni, fogja meg azt a lovat, hozza föl és lovagolják. Itt, ide, az elmúlt teljesen években, korrekta. Az elmúlt években nem volt esélyük, mert igazából ebből egy komoly sport lett, lovakat kerestek, telivéreket kerestek, zsokék lovagolták őket. Tehát most azért ez fog változni. Na csak ezért gondoltam, hogyha most ilyen jó irányba változott a szabályrendszer, akkor hát ha te is ráülsz. Nem, az nem az, nem az én sportom, de hát ne feledkezzünk meg arról, ugye, hogy tavaly valamit elkezdtünk, és elkezdtük a nemzeti fogatvágtát is. Tehát fogaton is lehet vágtázni. Bocsáss meg, látod, de mindenkinek a galop jut eszébe egyelőre vágtáról. És a tavaly évben nagyon nagy népszerűséget hozott ez, és nagy sikere volt a fogatvágtának is, nagyon látványos. Én ugye, mint résztvevő nem indultam el ebbe a fogatvágta, a felkészítésben ott voltam, meg én teszteltem a kocsit, tehát azért csináltam, félelmetes érzés, tehát azért ez egy picit más, az emberrel felszáll az adrenalin. És hát a sztárfutamban ott pedig mint segédhajtó ott voltam, a keresztes Ildikóval mentünk, és az Ildikó meg is nyerte ezt a versenyt. De tényleg fantasztikus érzés. De erre mondhatják, könnyű volt egy Lázár Zolival. De Ildikó jó hajtott, maradjunk annyiban. Kellett segíteni neki, de jó hajtott. És de jól emlékszem, annól volt olyan verseny, ahol te voltál a segédhajtóm, és hiba nélkül mentünk át minden bóján, úgyhogy ezért segítettem? Igen. Na hát ennyit segítettem Ildikónak is. Úgyhogy. És azon, ott leszel különben? A fogatvágtán, mint a sztárfutamban, a sztárfutamban ott leszek, és hát én fogom fölkészíteni őket, de mint versenyző nem leszek ott. Most az a terv a Nemzeti Fogatvágtánál, hogy a fajták fognak versenyezni. Uh-huh. A történelmi magyar lófajták fognak versenyezni a fogatvágtán belül. Lesz külön Nónius? Lesz külön Nónius, arab, lipicai, kisbéri. És hát meglátjuk, hogy ki a gyorsabb. Hát tudjátok, azt mondják, hogy majd Nóniusok nyernek. Hát nem valószínű, különben. Régen jók voltak, de... Régen jók voltak, de nem a gyorsaságukról, hanem jobbak, kitartásukról. Hogyha engem kérdezel meg, akkor az arab vagy a kisbéri fog nyerni. Igen. Tavaly is egy kisbéri fogatott volt, és ő volt a leggyorsabb, csak a segédhajtója valahogy elhagyta a fedélzetet, és ez megzavarta a versenyzőt, és így második tudott lenni. De a lipicainak nincs. Lipicainak nem nagyon van esélye, tehát azért nem gyors. Jó a gyorsulása, de a végsebessége gyenge. És a kisbéri mellett mi szól akkor? Jó gyorsul? Gyorsan hát, megy? Jó gyorsul, és nagyon gyors. És kitartó. Kitartó. Uh-huh. Értem. Itt katona lovak voltak, ugye? Igen. Hát, mint a Nónius is, ugye annó katona ló volt. Zárásként visszakanyarod a Fábián Sebestyénhez. Mögötted ugye ifjabb Doborovic végzett. Jön egy fiatal srác mögötted. Ez mennyire doppingol, hogy egy fiatal srác ott van most már ugye a tarkód mögött? Igazából mindig a legjobbra törekszünk, és a legjobb teljesítményre. Én mondjuk szeretem, ha engem szorongatnak, mert akkor még többet ki tudok magamból hozni, és hát ez egy nagy öröm különben, hogy itt a fogathajtó sportban egy új reménység van, akinek azért lehet... Aki közben az apjával is versenyez. Lehetnek ambíciói, és tényleg ügyes, hisz azért valljuk be, én ugye, mint a beszélgetés elején mondtuk, hogy 22 éve versenyzem, mert azért már lassan a pályafutásomnak a nagy részét már letudtam, úgy, mint ahogy a Dovolusz Józsi édesapja is, és hát kellenek a fiatalok a sportba, hogy tovább vigyék ezt a csodálatos hagyományt, és ezt a csodálatos sportot. Hát ha már a ifjabb Lázár Zoltán nem viszi tovább?
Hát az ifjabb Lázár Zoltán, ő egyelőre ugró lovas, és az is szeretne maradni. Azt mondják, aztán, hogy tehetséges. Aztán, hát én bízom benne, hogy nem választott nekem is úgy, rosszul. Nekem is úgy tűnik. De aztán, hogy az élet mit hoz? Azért ne felejtsük el, hogy én is úgy kezdtem. Bár én azért nekem nem voltak ekkora sikereim a pályafutásom kezdeténél, mint ahogy a fiamnál. De hát nyugtávalapot nem tudjuk még, mit hoz a jövő. Én mindig azt fogom támogatni, amit ő szeretne. Ha ő lovas akar maradni, akkor lovas marad. Zárásként egy mondat, tehát vecsése nem látunk. Itthon Magyarországon mikor látunk legközelebb téged hajtani, és hol? Magyarországon van egy zánkai versenyünk, ami sajátos módon most lehet hallani, hogy lehet, hogy elmarad, lehet, hogy meg lesz, hogyha ha meg lesz a zánkai verseny, akkor zánkán fogok indulni, én azért örömmel fogadnám, így van, és hát a következő versenyünk a magyar bajnoki döntő lesz, addig végig külföldön fogunk versenyezni, az pedig szeptember végén Izsákon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.